Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Már egy jó ideje szerettem volna egy reakciós videót készíteni MC Isti gyűlölködéséről Azaria iránt, de eddig nem volt időm, és nem volt energiám ezzel is foglalkozni. A tegnap este valaki azt írta az élőadásomba, hogy MC Isti törölte Azariának a zenéjét, mivel hogy belevágta Azaria a bohócos hangját a zenéjébe. És ez miatt készül ez a reakciós videó. Gondolom mindenki ismeri MC Istit, nem kell róla alkossak egy véleményt, mindenki tudja kicsoda az ember. Mindenki tudja, hogy mekkora IQ szinten rendelkezik, és mire képes. És azt is tudják, hogy saját magát az interneten égeti, bohócot csinál magából. Mellette öregeket, gyerekeket degradál, zaklat, stb. Csöveseket videóz le, stb. Na most, én eddig Azariát nem ismertem, mivel hogy nem hallgatom a magyar rap zenét, és nem volt honnan ismerjem. De amióta MC Isti minden második videójában emlegeti, és minden második videójában degradálja, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, így én is utána kerestem a YouTube-on, és ránéztem Azariának a YouTube csatornájára. Nagyon pozitívan meglepett az illetőnek a munkassága. Egy tehetséges, fiatal gyerekről van szó, aki brutál jól rappel, nagyon jó rapzenéket gyárt nagy közönségnek, és pont emiatt van annyi követője is, annyira jó. Na most, ez a négy osztályos elmebeteg bohóc, ahelyett, hogy megköszönte volna Azariának, hogy ingyen reklámozta a bohóc fejét, és az Azaria hátán több ezer követőt és több ezer nézőt fog magának szerezni, ő elkezdi degradálni, fenyegetni. Még azt is mondta Azariáról, hogy nem tud rappelni, nem tud rapzenéket gyártani, stb. Meg hogy arra buzdítja a fiatalokat, hogy dohányozzanak és cigarettázzanak. Na figyelj, bohóckám! Kérlek egy dolgot tőled. Neked milyen rapzenéd van, ha lehet rapzenének mondani? Melyik az a rapzene? Neked olyan rapzenéid vannak, aminek nincsenek, vagyis a sorai nem rímelnek. A rapzenének nincsen eleje, nincsen vége. Csak azt lehet hallani a rapzenébe, izé, mindegy, fekete pofon, blablabla. Bla, bla. Tehát azok a rapzenék, amiket te gyártasz, nemhogy az ember nem hallgatja meg, még a macska is elbújik. Tehát olyan szánalmas, bohócos zenéket gyártasz. Akkor te, mint egy nagy bohóc, azt mered mondani a nagy közönség előtt, hogy te Azariáról fogsz zenét gyártani, és te Azariát fogod degradálni. Hát te Azariának nem éred fel a bokáját, ember. Hát ez a fiatal gyerek, nem tudom hány éves, de fiatal, hát ennek olyan tehetsége van, hogy az a kétszál hajad, ami a fejed tetején még van, az is el fog hullani. Hát hol fogsz te így rappelni, ember? Hogy teszed te össze magadat Azariával, aki tehetséges, aki már egy sztár, Magyarország sztárja, ember, mindenki hallott róla, tud gitározni, tud rappelni, van tehetsége, van megjelenése, hol teszed te össze magadat vele? Ne beszéljünk a követő táboráról, hát mindenki szereti ezt az embert, téged pedig mindenki utál, mert te mindenkit gyűlölsz, mindenkit degradálsz, mindenkit fenyegetsz, a rómákat cigányozod, a magyarokat anyázod. Hát nem veszed észre, mit csinálsz, ember? Hát bohóc vagy. Egy igazi bohóc vagy. Már csak az a piros gömb hiányzik az orrodról, ember. Hát bohóc vagy. Meg te azt mondod, hogy a gyerekek Azaria miatt dohányoznak? Hát a gyerekek nem Azaria miatt dohányoznak. Hát tudod, miért dohányoznak a fiatal gyerekek? Mert a mai világban a szülők nem nevelik meg a gyerekeket. Tisztelet a kivételnek és kivételeknek. Mert vannak normális szülők, de a szülők 80%-a gyerekeit nem neveli meg és nem magyarázza meg nekik, hogy fiam, ezt nem szabad csinálni, mert árt az egészségnek, stb. Tehát azért dohányoznak, nem Azaria miatt dohányoznak.
Meg azt mondod, hogy nem is tudom, milyen Róma beszédet használ az Orhia, és ő nem Róma. Mi van vele? Hogyha ő azokat a szavakat, mondatokat használja, mi van vele? Téged miért zavar? Te nem tudsz magyarul beszélni, te beszédhibás vagy. Te minden egyes videódban azt mondod, de százszor, na izé, na mindegy, na figyelj, na fák, na ez, na az. Na ki, nektek ilyen nincs, nektek olyan nincs. Te így beszélsz, ember. Hát te beszédhibás bohóc vagy. Hogy mersz te egy ilyen nagy sztárt, hogy mersz te egy ilyen komoly előadót megszólítani? Ki vagy te? Ki vagy te, ember? Mondjad, ki vagy te? Mikor fogod elérni ezt a szintet, ami van az alja soha? Te tudod, mi maradsz? Egy bohóc. Tudod, ki vagy? Egy bohóc. Tudod, hogy az emberek nevetnek rajtad? Gondolom, nem tudod. Tudod, hogy neked nincsenek rajongóid? Gondolom, nem tudod. A rajongók a te fejedben vannak. Az emberek azért nézik a te videódat, mert egy bohóc vagy, egy beszédhibás, iskolátlan, faragatlan, elmebeteg bohóc vagy, aki mellette még szánalmas is, mert embereket degradál, gyerekeket zaklat, idős nőket kameráz le előről, hátulról, stb. Úgyhogy ez vagy te. Én azt mondom neked, hogy próbálj megviselkedni, ha bohóckodsz is továbbra, felejtsed a gyűlölködést, felejtsed a degradációt, felejtsed a gyerekeket a videóidból, felejtsed a csöveseket, hajléktalanokat, ne degradáld a magyarokat, ne cigányozzad a rómákat, mert nagyon meg fogod ütni a bokádat. És erről az Azarhia gyerekről szálljál le nagyon gyorsan, én azt mondom neked, mert nem lesz jó vége. Ez a gyerek nem veszi veled fel a szájkaratét, mert neki van egy elég magas intelligencia szintje, gondolom egy tanult gyerekről van szó, vagyis biztos vagyok vele, hogy ez a gyerek nagyon tanult, és nagyon kifinomult humorérzéke van, így nem veszi veled fel a szájkaratét, pont leszarja a fejedet, de vannak mellette egyéb youtuberek, vannak mellette rajongók, akik veled fel fogják venni a kesztyűt, és nagyon meg fogod ütni a bokádat. Úgyhogy ennyit akartam neked mondani, poros mami, kicsi fia, továbbra is kukázzál, továbbra is zabáld a kukákból a kajákat, égessed magad, bohóckodjál, degradáld a magyarokat, és meglátod, hogy mi lesz a vége. Sziasztok, Azarhia Norbert, üdvözöl téged. Sziasztok!